azt kell megerősítenem, hogy az egyetem számára nagyon fontos, hogy a pénztár vetélkedő és az ehhez kapcsolódó egyéb rendezvények is visszatérnek hozzánk. Ma még nem a győzteseket jöttünk ünnepelni, de azt hiszem mindannyian nyertesek lehetünk, vagy annak érezhetjük magunkat, mert nagyon gazdag program vár ránk. És önök a bizonyítéka annak, hogy az iskola, akit képviselnek, akár diákként, akár tanárként, képessé tette magát arra, hogy új kihívásoknak tudjunk megfelelni. Ez a dolog bennünket égetően érint, és próbálunk mintát venni a pénztár szervezet hozzáállásáról. Nálunk is ugyanezek a kihívások vannak. Amikor én mondjuk a diákokhoz hasonlóan gimnáziumban, középiskolában voltam, és szembesültem a pályaválasztással, akkor ez egy nagy probléma volt, olyan 10-100 ezres versenytárs tömeggel kellett szembesülnöm, ha majd közgazdász leszek. Ma más a helyzet, önök 10 vagy 100 milliós poolba fognak belépni, kinyílt a világ, és ahhoz, hogy helyt tudjanak állni ebben a mai versengő világban, nagyon fontos az, hogy már a középiskolába szembesüljenek valami többel, valami újjal, vagy valami újszerű élménnyel, ami majd segíteni fogja később az életben önöket. A pénztár szervezet és az ezen keresztül elérhető események, élmények pont ezért fontosak, hogy egyrészt összehozzák az ország különböző részein lévő kezdeményezéseket, ezzel önöket is elhelyezik egyféle hálózatban, mert ma már egy ilyen hálózatban való pozicionálás nélkül azt is nehéz elképzelni, hogy a tudást meg tudják szerezni. Az, hogy ez mégis létezik, ez egy nagyon fontos dolog. Mindannyian azt hiszem, hogy hálásak lehetünk a szervezőknek. Ez az, ami a siker ígéri, hogy a végén mindannyian sikerrel próbálhatunk részt venni majd ebben a versenyben. Nagyon fontos, hogy Magyarország az egész ország sikeres felzárkózása érdekében a képzés meg tudjon felelni ezeknek az új kihívásoknak. Sok sikert kívánok önöknek a mai naphoz, de a mai nap múltával a feladatok elvégzéséhez is. Köszönöm szépen a figyelmüket!